A sorrendben 32. sörnapok lesz az eddigi leghosszabb. Az elmúlt években 5 napos volt, tavaly 6 napig tartott, az ideit pedig egy hetesre tervezték. Nagy hangsúlyt fektetnek a közbiztonságra. Azt szigorúan sem, de neće biti ništa drugačije ni ove godine, da će sve proći u najboljem redu. Mnogo ulažemo što se tiče bezbednosti, mnogo toga ćemo uraditi više nego prethodnih godina, mada ni tad nismo uradili malo i očekujemo da i ovi 32. dani piva budu najbezbednija manifestacija u Srbiji. A 60 év után újjáalakult nagy becskereki filharmonikusok az elmúlt 2 évben kapott fellépési lehetőséget a sörnapokon. Idén 10 000 nézőt várnak a város főterére. Zrenjaninska filharmonija će se ove godine pojaviti u rekordnom broju što se tiče orkestra, a ona će brojati 73 muzičara. Prethodnih godina je to bilo od 50, prve godine 55, 60, a eto ove godine 73 muzičara će nastupiti na sceni uz pobednike našeg šoa Ja imam prvi glas Srbije, pardon, prvi glas Srbije, a to su Mirna Radulović i Davor Jovanović. Igyekeztek úgy összeállítani a műsort, hogy mindenki megtalálja azt, ami érdekli. A 15 helyszínen több mint 1000 fellépő mutatkozik majd be. A hangsúly most is a koncerteken lesz, de lesznek sportrendezvények és színi előadások is. Predstavljamo prvi put ove godine privredno-turističko, kulturno-umetničku i gastro promociju 5 gradova iz Mađarske. To su, samo da ne zaboravim, da nekoga ne izostavim, to su nam Bekeš Čaba, Debrecin, Đula, Mako i Morohalom. Prvi put dolaze kod nas vrhunski događaj u našem gradu. A nagybecskereki sörgyár bezárásával egy évtizeddel ezelőtt egy csaknem 3 évszázados hagyomány szűnt meg. Annak jelentőségéről és a sörgyártás újraindításának a lehetőségéről tudományos konferenciát is tartanak majd az eseményen.